Sziasztok, én Lucky vagyok, és üdvözlök mindenkit a következő Madison végigjátszás részben. Valahol itt hagytuk abba a harmadik epizódban. Ide vezetnek a csótányok, és az a nagy harci helyzet, hogy azt mondtátok, hogy próbáljam meg felfeszíteni ezt a cuclit a kalapácsommal. Hát az most nincs nálam, de itt van egy piros kulcs. Hoppácska, és az van ráírva, hogy pince. Van valami más is ez alatt. Akkor na várjál, elmegyek szépen a piros széfemhez, és akkor kiveszem belőle a kalapácsot. Hát az emeleten lévő deszkát én szerintem nem tudtam felfeszíteni a kalapáccsal. Nem tudom, hogy ezt az alsót valamilyen úton, módon meg tudjuk-e így csinálni, mindjárt kiderül. Nem, a kalapácsot nem lehet erre használni, sajnos szerintem ez feszítővas kell, vagy valami a... Ettől megőrülök mindig. Na mindegy, hát akkor irány a pince, és akkor elméletileg az a piros ajtó megint nyitható lesz. Gondolom, mert most van hozzá egy kulcsunk, ismételten. Nézzük meg, hogy a piros kulcs nyitni fogja, szerintem igen. Valóban. Na hát nézzük meg akkor... Mit rejt most a pince ajtó? Van ott mindenképpen egy ilyen gyűjtő cucli. Bang! Már van 4 a 20-ból. Hát nem hiszem, hogy meg lesz mind a 20, de ettől függetlenül azért gyűjtögettem. The crowbar is in... Azt mondja, hogy a feszítővas a pincében van. Nem értem meg, természetesen ez... Na várjál, akkor itt váltogatok a pincék között, és akkor átnézem a polcokat. De szerintem csak ezek... megtaláltam. Olyat köptem az előbb, ahogy megijedtem, de megvan a crowbarunk. Oké? Ez a hülye Madison, miért kell idegesíteni? Miért kell ijesztegetni? Amúgy. Most gyere Madison, most nem ijedek meg, most várlak. Szoszi! Hellóka! Menjek oda hozzád? Szia! Lefotózlak. Lefotózlak téged. Aha. Egyszer, amikor elfordulok, a Madison lesz ott majd balon. Aha. Jó, hát szavaztok. Szevasztok, üdv mindenkinek! Én Lucky vagyok. Oké. Pontosan nem tudom, mit kell most csinálnom, srácok. Minden esetre én fotózgatom a szobrokat. De miért vagy annyira ijesztő? Te mit csináltok? Nyugodjatok meg! Nem volt elég egy belőletek amúgy, de rohadtul elég volt belőletek egy. Jó, visszajöttünk. Oké, megtaláltuk a crowbart. Nálam van? Nálam van. Na, akkor kettő dolgot fel tudunk elvileg feszíteni. Egyet, ami ott van a... Az a nő. Nem látszik a képeken. Elégnek a róla készült képek.
Nem szeretem ezt. Szia Mária. Szia haverem. Jó. Oké. Minden rendben van, visszaértünk, és akkor a vécét is fel tudjuk feszíteni, mert hogyha igen, nem. Ehhez valami más kell, de mi? De mi fog ehhez kelleni? Mert a kalapáccsal sem tudom leverni a láncot. Akkor ezt nem tudom, de először akkor nézzünk meg a padláson lévő deszkát, hogyha azt felfeszítjük, akkor mit találunk alatta? Mert én, ha jól emlékszem, akkor itt is van egy olyan deszka. Mindjárt ki fog derülni. Oké, srácok, és itt elmondanám nektek amúgy, hogyha esetleg szeretitek ezt a sorozatot, szeretitek ti is a borzongást, egy lájkot ne felejtsetek el nyomni a videóra, légy szíves. Illetve hozzászólásban nyugodtan jöhetnek a véleményeitek, nektek hogy tetszett ez a rész, ti mit gondoltok, esetleg tényleg ilyen teóriákat is lehet nyomni, igen, fel lehet ezt feszíteni. Természetesen akik még úgy nincsenek tisztában mondjuk a teljes történettel. Én tökre kíváncsi vagyok a véleményetekre, az algoritmusnak is jó amúgy. Igazából nézzétek több ezen ezeket a videókat, ami tök jó. De szóval nyugodtan kommentelgesetek, srácok, nyugodtan, légy szíves. És akkor találtunk egy kazettát, amire az van ráírva, hogyha ezt megtalálod, akkor ne hallgass meg. Hát hogyha ezt írod egy kazettára, akkor borítékolhat, hogy meg fogom hallgatni, haverem. Sajnálom. Ettől függetlenül Máriánk már elcsalt innen. Mielőtt meghallgatnánk, nézzük meg, hogy mi van ez a deszka alatt, mert hát ha találunk valami értelmes dolgot. Azt mondja, hogy feszítő vas, bang. Na végre amúgy megtaláltuk. Gyere fel szépen. Azaz. Gyűrű. Ez nagy fatadék gyűrűje. Ég a szeme. Lehet, hogy ismételten ezek a megszállásos témák. Ugye ezek a jelei annak, hogy meg vagy szálba, vagy valami ilyesmi. Ez mi? Ez nem egy szem, ugye? Ja, hülye vagyok, az egy szék! Fehér a közepén egy szék, és alatta egy valami piros vértócsa van, esetleg. Viharban mehetünk, fejeket robbantani, na mindegy. Akkor hallgassuk meg azt a kazettát, srácok. Nézzük meg, hogy miért nem kéne ezt meghallgatnunk. Nem biztos, hogy örülni fogunk ennek. Az a szék, amit láttunk, várjál, az nem az a szoba, ami ott van a tök elején? Mindjárt megnézem. Elvesztem a... nagymuter. Még Albertben sem bízhat a nagyfaterban. Miért? Ezt hallgatod? A kék térdű igazi. Tudom, hogy nem vagyok beteg, és tudom, hogy nincs sok időm. Az a rohadt dolog. Érzem, ahogy lélegzik. Mögöttem. Énekli azt a rohadt dalt. Újra, és újra, és újra a fejemben. Ki az a kék térd? Hát ez a dal. Aha. Nagy muternak.
breakfast with grandpa every morning. Okay, na de várja, a kék térd, akkor ő lenne a Madison? De miért kék a térde? It's locked. Hát és mi lenne, hogyha feltörnénk mondjuk egy kalapáccsal vagy egy feszítővassal? Hát azt mondja, hogy nem. Kék térd létezik. Ezt mondta mama. Mama azt mondta, létezik a kék térd, és folyamatosan cseszegeti őt, és ugye elveszti a józan eszét most már. Nézzük meg akkor ezt a szobát, mert nekem... Igen, már most látom, hogy oda kell mennem. Már most látom, hogy ide kell jönnünk, srácok. Vagy ezek eddig is így voltak? Nem, szerintem ezek... Where did these come from? Jó, akkor nem voltak itt eddig. Honnan jöttek? Láttuk egy kulcsot, az lesz... Ez egy olyan nagy kulcs. Oké, és találtunk egy... Hát ez valami... Body... Testcsere rituálé. Szentimentál... tárgy. 7. Feláldozás. 2 test, egy vendég és egy host. Emberi honvok. Jó, hát ez, srácok, ez remekül hangzik. Srácok, ez egy nagyon szuper rituálénak hangzik. Mi lenne, hogyha elmennénk innen? Bang. Nem sikerült. Nem sikerült. Mit csináljak veletek? Várj. Van nekem még ilyesmi dolgai? Mert ugye megvolt a fej, de az a hetes. De itt csak 4 vannak. Mi van még nekem? Van egy kulcsom. Hát ez szuper. Várj, van még valami? A gyűrű. Oké. És ez jó. Jó helyre tettem, vagy tök mindegy, hogy milyen helyre teszem. Nagyon jó kérdés. Vannak még ilyen tárgyaim, amik valamit jelenthetnek? Na várjál. Még az érdekelne, hogy ide jó-e valahova ez a kulcs. Igen. Akkor ez azt jelenti, hogy ezt most már ki tudjunk nyitni, ezt az ajtót? Igen. Hát ez nagyon le volt zárva az az ajtó, lehet, hogy nem kellett volna ide bejönni. This is from grandma's diary. Na, ez a nagymama naplójából van. Június 15-72-ben, utána, amikor Albert az estét munkával tölti. Amint sötét lesz, olyan, mintha a világ felfordulna. Csikorgó hangok vannak az egész házban, és a ház... Oké. Tudom, hogy romlik a látásom, de tegnap elvesztem a saját otthonomban, és ez nem a látásom miatt volt. A szobák mozognak, nem tudtam megtalálni a saját hálószobámat. Nem vagyunk itt biztonságban, már nem, úgy nem, hogy ez a dolog itt él velünk. Másnap pedig azt írja, hogy Albert ideges lett, amiért meggyújtottam gyertyákat a házban, de valamilyen oknál fogva úgy érzem, hogy a fény az megvéd minket. Rendítsek. Rendítsek. Hát például ezzel fogom, ez az erővágóval fogom leszedni a budiról a cuccot. Ez mit? Ja, igen, ez egy Firis. Ez egy Firis. Meg itt is vannak biztosítékok, de kezdjek ezekkel valamit? Le, föl, le. Valamit ezt csinált. És ezt is akkor meg kell fejteni. Le, föl, le, föl, föl, le. És ezzel be tudtuk ezt kapcsolni. Nem tudom, mit tudnék ezen a körfűrészen használni, srácok. Van valamit tudok ezen használni? Hát így nekem most nem rémlik, de hogyha meglátom a Madison, megfogom a fejét és szépen rárakom. És akkor mindenki boldog lesz. Most gondolkodok, hogy mit használhatnék ott. Jó, itt egy gyűjtő. Bang.
Nem tudom, hogy mit használhatnék ott. Na várjál, menjünk vissza a széfünkhöz, srácok, szevasztok Máriák, hogy ityeg a fityegősötök. Nézzük meg a széfet, hogy van-e benne olyan egyrészt, amit rá tudok tenni szerintem a Mária szobrokra. Valamint, hogy... Hát ezek a dobozok, de... Ezt! Nem lehet, hogy azzal fogom tudni kinyitni? Nocsak. Ezt a holdas dobozt nem tudtuk kinyitni, arra emlékszem. Mert ugye a vízből szedtük elő, és nagyon ilyen genyás volt. Vagy nem tudom, na várját, tegyük rá. Először ki kéne nyitnom, és a naposat meg rá tudom tenni. És akkor negyedik lesz a holdoboz, és akkor... Ja igen, mert a dobozban voltak a levágott végtagoknak a képei. Tehát most kinyitjuk a holdobozt, és a napos dobozban legalábbis az volt. A hold dobozban is az lesz szerintem. De akkor mit csinál a gyűrű? Akkor mit csinál a gyűrű? Szép unka. És akkor csekkoljuk le, mi van benne. Igen, végtagok. Madisonnak a... Az áldozatai. Nagyon jó. Ne! Léci ne. Jó, köszönöm. Jó, oké. Akkor ezt gyorsan rárakom. Vagy előtte elmenjek a budihoz. Rárakom. Bezárult az ajtó. Vérzik a szemünk. I need to find four digits to open this door. They must be somewhere. Miért akarnám ezt kinyitni? Muszáj annak a négy számjegynek lenni, ami kinyitja ezt az ajtót. Itt a falon most keressem meg azokat a számokat, tehát minden számból van. Hogy lefotózom esetleg, nem látszik valami a képen, mondjuk csak az a négy szám, vagy ilyesmi. Nem, de akkor nézzük meg a budit. Lehet, hogy odahúzták le a kódot. Ó, csótányok. Itt meg vagyunk szállva valahol, gyerekek. Egy kazetta. Oh god. Szuper. Szuper, akkor ezt a kazettát meghallgatjuk. Jó. Minden ilyen megfordulásnál ajtón bemenésté összefosom magam. Oké, még van az inventorimban helyem úgy, még három szlotom van az inventorimban. Szóval, még mielőtt meghallgatnánk a kazettát, előtte ez az erővágóval szépen lepattintjuk. Ezt addig becsukom, légy szíves, vécézek. Oké. Jó. Ne használd. Hát, használni fogom, dude, oké? Használni fogom. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz most itt, mert ezt már legelén megtaláltuk, ezt a WC-t. Van benne... Na. Oké. Van benne egy doboz. Vagy ez nem is egy doboz, ez egy betontömb. Nincs senki a házban, elegem van. Albert, figyeld, csak egy könyv. Nincs itt senki, nem létezik. Tudja, hogy bármi, minden, ami történik vele, van hozzá valami köze. Ez egy betegség, Elizabeth. Beteg vagy, nem vagyok beteg. Stop hiding our stuff and take your goddamn pills. Jesus! Do you think it's normal? Do you think pupils vanish like dust? I'm telling you that fucking thing is what's causing
nothing enough, for me. Enough, Elizabeth. Stop acting like a 10-year-old and go to bed. Albert, everything started the day we brought that fucking book to this house. It's a disease, Elizabeth. You're sick. If you don't believe me, I will leave this place. Ja, hát a nagypapa nem hiszte el, hogy valami ilyesmi van, és a mama meg van bizonyosodva a dologról. Meg fogod ezt bánni. Egyedül fogod végezni. Tényleg a hülye óráid. Ne! Napot! Jó, akkor találtunk itt egy papírt, amire rá van jó egy kombináció, jobbra, valami jobbra, és öt balra. De ez minek valami tánc kombináció, vagy mi az Isten? Hoppá! Hoppáska. Ne burugassunk, légy szíves, tartsuk meg azért a rendet a házikóba, kérlek szépen, na, hallgassuk meg ezt a... Ja, várj, ezt ki kell szennünk, és akkor találtunk egy hashtag 3-as kazettát. Nézzük meg, hogy ez mit tud. John, I must stress to you how dangerous these demons really are. I've witnessed a few exorcisms in my time. Not everyone lived to tell the tale. These beings are not alive, and that makes them stronger than us. Mm-hmm. They entertain themselves with us. They enjoy our fear, causing us pain. They feed off of it. It gives them power. Olyanok, mint ti. Amikor nézitek, hogy olyan beszarok egy videójátékba. It's all but impossible to stop. Démonok vagytok, srácok. Does this mean that... That woman is attached to the camera. Please do be careful. If your child has already had contact with this entity, his life, yours, and your family's are Mom, in jeopardy. Chanel, what have I done? I need to find a way to end this. Fuck. It burns. Egyre csúnyába kezdve amúgy. Szóval a kamerán keresztül szállt meg minket Madison szerintem. Tehát Madisoné volt az a kamera. Láttam ilyet valahol a házban? Szarvakat? Hát, nem tudom, hol láttam ilyet. Amire tudok gondolni... Az le... Ez. Ez. Valószínűleg. Három. Az volt ráírva, hogy három pont eltettem, amint megpillantottam. Ez még mindig? Oké, okay, akkor megint lesz egy látomásunk, azt megint meg kell keresnünk, és ez lesz a kombinációja ennek a kis ajtónak. I can't feel my fingers. Nem érzem az ujjaimat, dude. Hát az... What is happening to my body? Az kellemetlen. Az kellemetlen, oké. I don't know what this could mean.
villanykörte. Micsoda? Ez most egy kicsit necces. Hol volt ilyen villanykörte? Mert nem ez a villanykörte, lesz az szinte biztos. Nem is itt. Nem is erre szerintem. Hát a pincében volt villanykörténk. Villanykörte? Hol a villanykörtém? Ne! Hát ez volt a tippem. A tippem nem jó. Lekapcsoltam az áramot. És... The doorbell. I gotta get to the front door. Megyek a bejárati ajtóhoz. Mocskos rohadt köcsög állat. Jó. Mert eszembe jutott, hogy valami asit mondott, mikor megnéztük a képet, amit rajzolt, hogy minden más sötét volt, csak az volt. Világos. Oh, több mint 13 darabban volt. Én? On this one. Aha. Minden szint valakinek a halála, I guess. A Madison egyik victimje. Ashley Smith. Valami mozog. Mi mozog? George Brown. Aha, így nézett ki ez eredetileg, gondolom. Akkor ezt is megint kiütjük, és ezeket mind le kéne fényképezni. Most pontosan nem annyira értem, mi történik, amennyi nagyjából világos. Lynn Jamie, Rip My Love. Ezeket mind le kéne fényképeznem, gondolom. Menjünk akkor a hármas szintre. Alfred Miller. Neki meg miért van kinyitva? De ezt is lefotóztuk. Lefotózzuk az összeset, boys. Nem értem pontosan, mit vár el tőlünk most a játék. Na várjál! Felmegyünk az ötös szintre, és ugye itt a rádió mondja, vagy itt a bemondó, az áldozatairól beszél Madison Hale-nek, és az biztos, hogy az első áldozata az apja volt. Az, hogy most neki mi a neve, azt gondolom következtetünk arról, hogy Hale a vezeték neve. Értem, és itt pedig én leszek az utolsó áldozata, azt hiszi. Szóval ide kell majd állnom a végén szerintem. Na várjál, azt hiszem nagyjából világos. Aha, 35 éves nő. 35 éves nőt kell keresnünk. Lynn 52-től, hát nem látjuk, hogy meddig élt. George Brown az férfi, szóval az biztos, hogy nem. Akkor nézzük meg akkor ezt. Ashley Smith 2001. Hát de most akkor honnan tudjuk, hogy melyik? Na várjál, az, hogyha lefotózom, akkor itt egy 4-es van. Itt pedig egy 2-es. Na várjál, és hogyha ezt lefotózom,
akkor itt van a négyes. Tehát akkor el kell döntenem, hogy melyik volt az utolsó áldozata, de honnan tudjam? 2001 nem lehet, nem? Nem tudom, hogy lehet-e 2001, elmondom az őszintét. Hát most az van, lefotózom, most megpróbáljuk azzal. Nézzük meg akkor, ki van a harmadik szinten. Fiatal férfi. Fiatal férfi lesz az. 27 éves. Hát ő biztos, hogy nem. Itt nem látunk senkit, és ha lefotózom, akkor látok bármit. Nem, nem látok ott semmit. Akkor kizárásos alapon, hát ez 27. Na, big, akkor figyelj, ezt így lefotózzuk, bang. És akkor a hármas, hogyha ide mutat, akkor elvileg csináljuk. Nem tudom, hogy jól csinálom a srácok. 71 éves anyukája. Judith Hale. Valószínűleg ő lesz az, ezt már be is fotózzuk szépen. De azért megnézem a harmadikat is. Az úgy eltűnt. Az úgy eltűnt. Oké. Megcsináltuk ezt, és hát akkor nézzük meg az első szinten ki lesz, és mi leszünk az ötödik szinten. Hát... csak nem halunk most meg. Az első áldozata 75 éves faterja volt. Akkor itt kell keresnünk Hale-t, és Robert Hale lesz az. Szinte biztos vagyok benne. És már mehetünk is az ötös szintre. Na jó, megcsináltam ezt a puzzle-t. Hát kicsit eltartott, még az agytekervények úgy összejöttek, de... de mehetünk az ötös szintre. Ahol mi vagyunk az áldozat, srácok. Nem érek meg. De hogy becsuktam a szemem. Most hát pont nem oda néztem. De így is kirázott a hideg, rohadjon meg. Oké, nem félek, nem érek el. Nem érek el. Kulcs. Az óraszoba kulcsa. Lehet megtaláltuk az óraszoba kulcsát, mert órák voltak rajta. Oké, mehetünk tovább. Meg volt a jumpscare, mehetünk. Azért belehúzott jumpscare-ekkel az a játék. Mehetünk. Jó. Sprint. Nem erre. Jó, és akkor indítsuk gyorsan be újra a generátort. Indítsuk be újra gyorsan a generátort, létszi, mondd, hogy működik. Mert működnie kell. It has to. Jó. Oké, újra van világosság a házikóban. Szuper dolog. Ez egy szuper dolog, és ezt fogjuk kinyitni. Az órás szoba. Uram, atyám. Vaj, akkor lehet, hogy ez lesz, itt találjuk meg a széfnek a kombinációját. Lehet, hogy itt fogjuk megtalálni a széfnek a kombinációját, tudjátok, ami ott van hátul. Amerről most jöttünk. Na, mit írsz fel? Fogadjunk, egy óra lesz rajta. Igen, erről beszélt a pap, meg vagyunk szállva, tudjuk. Belőlem táplálkozik, yes. Tudtam! Én szerintem tudom, mit jelent. Én szerintem ide kell lejönnünk, srácok, és a következő részben
le is fogunk oda menni. Remélem tetszett nektek ez a mai Madison végigjátszás epizód, ha így volt kérlek a videóra, hogyha még nem tettétek volna meg egy lájkot, légy szíves csapjatok oda neki, és jönnek a hozzászólásban a vélemények. Folytatjuk legközelebb is, Lucky voltam. Szevasztok. Volt egyszer egy spanom, akit úgy hívtak, hogy Pista. Azt mondta nekem, hogy legyek már én is Lakista. Azóta is elég sokszor cserélem a liberót, mert befosok, ha meglátom, hogy felkerült új videó. Lazán elveri a népet ez a gyerek fifába. A szomorú arcot fölő varázsolhat vidámat. Húzzuk el az összes fekete felhőt. Ha tetszik, amit láttál, akkor nyomd be a csengőt. Yeah.